Sziasztok! Kulcsár István Robert vagyok, a Shoprenter egyik alapítója, és ez ismét a hónap webáruháza díjas beszélgetés, amit megnézhettek, meghallgathattok. Nem is veszem el a szót, nagyon sok szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Élő Tamást, aki a TMS Pilates. TMS Pilates, oké, okay, tehát akkor az egyik S az magyarosan, a másik S pedig angolosan. Igen. Így a korrekt, tehát a tmspilates.hu oldalnak az ügyvezetője, vagy te? Alapítója, ügyvezetője, tulajdonosa, többségi tulajdonosa. Hányan vagytok egyébként? Ketten, a tavalyi évben csatlakozott hozzánk egy befektető, és a cég egy bizonyos százalékát megvásárolta, úgyhogy ő tulajdonostársként csatlakozott hozzám, az nem titok, Tomán Szabina csatlakozott hozzám, mint tulajdonostárs, viszont az ügyvezető és az alapító az ugye én vagyok egy személyben. Ezt csak azért kérdeztem egyébként, hogy hányan vagytok a cégen belül, nem gondoltam, hogy ennyire rátapintok a lényegre, de ugye ilyenkor tudod, az ügyvezető, én vagyok az ügyvezető, az alapító, és általában még a termékmenedzser, a takarító, a raktáros, a csomagoló és a minden más egyéb egyben, úgyhogy egyelőre akkor mondhatni, hogyha még ebben a fázisban tartotok, akkor gondolom, hogy nem Szabina csomagolja a termékeket, úgyhogy még egyelőre akkor te vagy a mindenes. Mesélj egy kicsit saját magatokról, mivel foglalkozik a webáruházatok, honnan jött az ötlet, ilyesmik. A webáruházunk az Pilates gépeket és kis eszközöket értékesít, és egy angol gyártónak vagyunk kizárólagos forgalmazói Magyarországon és Szlovákiában. A három üzletágunk van, ebből az értékesítésen webáruházon van a legnagyobb hangsúly, hiszen a bevételünk 80%-a ebből származik. A további két üzletágunk az saját Pilates stúdiók üzemeltetése, jelenleg ebből kettő van, illetve most kezdtünk el Pilates oktató képzéssel is foglalkozni, és tényleg ezeket a gépes Pilateszt próbáljuk minél inkább népszerűsíteni, és erre fókuszálunk leginkább. Mikor indítottátok a céget amúgy? A céget azt 2018. január 5-én jegyezték be. Én 2017-ben ismertem meg a gépes Pilateszt, és akkor jöttem rá, hogy ez, vagy akkor ismertem meg, hogy ez mennyire jó ez a mozgásforma, és tényleg így rákeresve láttam, vagy hát először én is gépes Pilateszt ismertem meg, és akkor így rákeresve a Pilatesz gépekre, akkor láttam 2017-ben, hogy így Magyarországon Magyarországon még nincs annyira elterjedve ez a mozgásforma, illetve a gépek forgalmazásával, értékesítésével nem igazán foglalkozik ilyen nagy tételben senki. Úgyhogy 2018-ban megalakult a cég, én felvettem a kapcsolatot ezzel az angol gyártóval, még 2017-ben. Bocsánat, ez mennyi keresés kellett ehhez? Tehát, hogy egyszerű volt őket megtalálni, vagy csak azt tudtad, hogy mindenképpen elfelé a gépes Pilates irányába szeretnél elmozdulni, és ehhez egyszerűen csak kerestél egy gyártót? Vagy, tehát hogy jött maga a gyártó, és hogy jött velük a kapcsolat? Mindenképpen gépes Pilateszt szerettem volna, és mindenképpen Pilatesz gépeket szerettem volna forgalmazni. Igazából elég hamar megtaláltam a gyártót, voltak már nekem is ilyen kritériumaim, hogy semmiképpen nem szerettem volna Kínából rendelni, különféle okok miatt, és szerettem volna Európából rendelni. Az is előny volt akkor még, hogy uniós tagállam volt, ugye ez azóta megváltozott így a Brexit óta, de hogy szerettem volna mindenképpen egy olyan partnert találni, aki relatíve közel van, tehát ez ilyen mindenféle support funkciók miatt ez mindenképpen jól jött. Úgyhogy megtaláltam az angolokat, én vásároltam tőlük egy Pilates gépet, 2017-ben még magánemberként, és akkor gyógytornászokkal kipróbáltattam, megnézettem ezt a gépet.
Én jó magam nem vagyok se gyógytornás, se pilates oktató, úgyhogy kerestem szakembereket, akik tesztelték és kipróbálták ezt a gépet. Egész ez már, azért, ez hogy... már a tudatosság jegyében? Tehát, hogy ezt akkor már eldöntötted azt, hogy neked lesz egy ilyen céged, igazából megtaláltad ezt a brit céget, kiválasztottad őket, próbaként berendeltél egy gépet, és már kifejezetten azért rendelted ezt a gépet, és azért adtad oda gyógytornászoknak, hogy ez alapján ugye még egy kicsit tud minimalizálni a kockázatodat, és tényleg jó legyen a gép. Tehát akkor ez teljesen tudatosan volt így. Ez teljesen tudatos volt, igen. Én alapvetően gépészmérnök vagyok, tehát hogy én azt meg tudom állapítani, hogy az a gép az anyagát tekintve, a kialakítását tekintve az jó minőségű-e, vagy azok a megoldások, azok hosszú távon. Tehát most ilyenre gondolok, hogy a meghibásodásnak a veszélye, hogy az úgymond alacsony. A csapágyazás jó ebben, az összeszerelés minősége, a szerelhetőség, ilyesmi persze. Így van, ilyeneket én magam megnéztem, és akkor a gyógytornászokat megkértem, hogy nézzék meg, hogy tényleg felhasználhatóság szempontjából ők ismertek már más gyártótól pilates gépeket, és mikor ők úgymond állásukat adták erre, akkor mondtam azt, hogy jó, én akkor ezt szeretném komolyabban csinálni, és akkor így indult 2018 év elején ez az együttműködés ezzel az angol gyártóval, és tényleg mi mindenképpen a gépekre szerettünk volna fókuszálni, ugye nekünk, ha a kis eszközeinket nézzük, vagy éppen a talajpilateshez szükséges eszközöket, akkor ott már rálépünk egy olyan piacra, ahol akár egy Decathlon, Intersport, tehát ilyen nagyok is a konkurenseink lehetnek, és mi mindenképpen úgy akartunk felépíteni egy márkát, hogy ne kelljen a nagyokkal árversenyre kelnünk, mert abból biztosan nem mi fogunk kijönni győztesen. Vagy legalábbis ritka az ilyen Dávid és Góliát küzdelmekben ritka az, amikor Dávid nyer, igen. Pont emiatt lett ugye híres. Tehát gondolj bele, ugye egy csomó olyan eset volt, amikor egyébként a Góliátok nyertek, de azok azért nem lettek híresek, mert azok teljesen mindennapiak. Az, amikor a kicsi nyer, azok az igazi nagy sikertörténetek, de hát nyilván ezt egy cég létrehozásánál és alapításánál nem kell feltétlenül ugye ezt a nagy kurucvért erőltetni, hogy már pedig mi akkor is forradalmaskodunk, és akkor is itt renitenskedünk, úgyhogy jobb elkerülni az ilyen nagyoknak a játszóterét, ezt én is így gondolom, és ez egy kicsit ilyen, vagy nem is kicsit, ugye ahogy te megalapítottad, létrehoztad a cégedet, ez ilyen abszolút lean szemléletmód szerint történt. Nem tudom, hogy ez tudatos, tehát ennek utána olvastál korábban, vagy ez diktálta a logika, és azért haladtál ezekben a lépésekben, hogy végül ide juss, ahová jutottál. Megmondom őszintén, én a gépészmérnök karrierem alatt én dolgoztam nagy multiknál, a kisebb magyar cégeknél is, és azon belül is én gépgyártás technológiával foglalkoztam, és ott elég nagy szerepet kap a lean, és ennek mindenfajta része. Nekem az egyetemen is volt külön lean-es tárgyam. Aha, és amilyen tapasztalatokat én egyébként szereztem multiknál a folyamatok kialakítása során, tehát hogy most mi még egy kis magyar cég vagyunk, de nálunk már vannak KPI-ok például, és én ezeket a multinál megszerzett tapasztalatokat, vagy hát a gépészmérnök karrierem során megszerzett tapasztalatokat én mindenképpen szerettem volna egy saját vállalkozás alatt kipróbálni és megcsinálni. Nagyon sokszor, amikor alkalmazottként dolgoztam, hiába voltak jó ötleteim így középvezetőként, akkor arra vagy idő, vagy büdzsé, vagy bármi ilyesmi nem volt. A nagy multiknál nagyon sokszor türelmetlenek voltak, tehát azonnal akartak eredményeket a feletteseim, és ez nagyon sokszor így hát frusztráló volt, hogy én láttam, hogy ez működni fog, mert ez erre csak így időt kell hagyni, hogy jöjjenek az eredmények, utána azt lehet korrigálni, de a lényeg, hogy én ezt mindenképpen egy saját vállalkozásban szerettem volna kipróbálni, és úgy felépíteni, ahogy ezt egy multinál én megtapasztaltam folyamatokat. Tehát, hogy nálam ez így tudatos volt, hogy ezeket próbálja már az elején elkerülni.
Szuper. És mennyire volt nehéz amúgy neked a britekkel? Tehát mennyire volt nehéz velük megegyezni, kizárólagosságot megcsinálni, ők akarták ezt, te akartad, tehát hogy ez hogy nézett ki? Mennyi időt vett igénybe, mennyire volt bonyolult? Ezt az a kedvéért kérdezem, akik esetleg most pont valamilyen terméknek az importján gondolkodnak, hogy egy ilyen sokkal erősebb és jobb alkupozícióban lévő külföldi cég, ugyanakkor egy olyan piacról beszélünk, ahova nagy valószínűséggel egy, három, öt éves távlatban sem feltétlenül jönnének be maguktól, hiszen ha megnézzük azt, hogy merre tart a világ, akkor ugye azt látjuk, hogy egyre inkább ugye ez a direct-to-customer modell kezd el terjedni, és a legtöbb cég, akár ha a Samsungra gondolunk most már ugye márkaüzleteket, amellett, hogy értékesítenek persze médiamárban meg egy csomó helyen, de emellett ugye megjelentek saját márkaüzletekkel. Ha megnézzük a Xiaomi-t, ő már kifejezetten ugye ezt erőlteti, már alig vannak resellerei, már kifejezetten direktbe értékesít, hogy egy ilyen piacon, ahol az egyik részről ugye terjed ez a direct-to-customer modell, a másik oldalról viszont ugye egy olyan piacról beszélünk, ahova egy brit cég igazából tényleg egy ilyen hiba határ alatti méretű piac számukra jó eséllyel. Mennyire nehéz velük megállapodni? Vagy mennyire állandó egy ilyen megállapodás? Mennyire érzed biztonságban saját magadat, illetve a piaci pozíciódat? Abszolút biztonságban érzem magunkat. Mi 2018-ban mi voltunk ennek az angol gyártónak a legkeletibb forgalmazója. Tehát egyrészt részükről is meg volt a nyitottság, hogy terjeszkedjenek. Olyan szempontból is szerencsénk volt, hogy az ő üzleti modelljük az úgy néz ki, hogy ők kiskereskedelemmel csak Nagy-Britannia területén foglalkoznak, és a szerte a világban ott pedig nem foglalkoznak kiskereskedelemmel. Tehát, hogyha hozzánk jön egy megkeresés Lengyelországból, ahol még nincsen neki kizárólagos forgalmazója, akkor ő azt mondja, hogy vagy a német forgalmazó kapja meg, vagy pedig mi egyébként. Tehát, hogy a gyártó, az nyilván sokan megtalálják Google keresések alapján, viszont ő a hozzá legközelebb eső helyi forgalmazóhoz fogja irányítani az embereket, tehát kiskereskedelemmel nem foglalkozik, csak Nagy-Britannia területén. Tehát ilyen szempontból előnyünk volt az, hogy tényleg nem mentünk szembe az ő törekvésékkel. Majd napig van egyébként, hogy Magyarországon is őket találják meg valami jobból kifolyólag, nem tudom, lehet, hogy olyan oldalakon szörfölnek, ahol ezt a márkát megismerik, és direktbe felmennek a márka oldalára, és akkor ott a nemzetközi forgalmazók között megtalálhatnának minket, de sokszor csak az ő űrlapukon felveszik velük a kapcsolatot, de ők akkor most a mai napig is hozzánk irányítják ezeket az érdeklődőket. Maga velük a megegyezés az egyébként nagyon, nagyon jól ment, meg volt részükről is a nyitottság. Itt a kelet-európai, közép-kelet-európai viszonyokat szerintem ők is előnként értékelik, hogy egy ilyen helyi emberre bízhatják. És maga a tárgyalások során egyébként én azt gondolom, hogyha van az embernek tapasztalata, és szerencsére nekem pont tényleg így a múlt is karrierből meg volt, hogy külföldi alvállalkozókkal, külföldi partnerekkel kellett szerződéseket letárgyalnom, emiatt én nem éreztem egyrészt ilyen fajta nehézséget, másrészt meg tényleg úgy voltam vele, hogy egyébként megveszteni valóm nincsen, tehát hogy én ezt az elején én ezt másodállásként kezdtem, tehát nekem volt egy főállásom, egy multinál, és akkor én a múlt is karrier mellett kezdtem el a vállalkozást felépíteni. Ezt csak úgy lehetett megoldani, hogy vettem fel embereket, akik nekem így segítenek, mert hogy nekem a főállásom ma azért kellett foglalkozni, de pont ez volt például a másik előnyünk, hogy amit hasznot termelt ez a vállalkozás, azt tudtuk azonnal visszaforgatni, hiszen nem függött az én megélhetésem ettől. Tehát, hogy ami haszon jött, most így nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy vásároltunk egy gépet, eladtuk, abból tudtunk venni egy gépet, meg hozzá még több kiegészítőt, azt is eladtuk, utána abból már tudtunk venni két gépet, és akkor ez tényleg az elején ez így működött, hogy ami haszon jött, azt mindig forgattuk vissza, vagy eszközökbe, vagy marketingbe. Szuper, és már az elején is a webáruházas értékesítési módot preferáltátok, ugye a termék piaccal való megismertetésére, edukációra, vagy adott esetben ott még ilyen
ilyen direktebb csatornákon keresztül, tehát akár élőben, akár telefonon keresztül próbáltatok elérni a célcsoportot. Arra szeretnék rákérdezni, hogy mikor, hogyan jött a webáruház, miért pont a Shoprenter, ez egy izgalmas kérdés. Mindenképpen webáruházban gondolkoztam, már a legeslegelején. Na, azért a mi sales funnelünkről azért azt tudni kell, hogy nekünk, mivel nagy értékű gépeket értékesítünk, tehát a legnépszerűbb stúdió minőségű gépünk az 1 millió forintnál kezdődik, és akkor ehhez még ugye kiegészítőket vásárolnak. Tehát nekünk nagyon sokszor nem a klasszikus módon fejeződik be egy vásárlási folyamat, tehát hogy természetesen vannak azok a vevők, akik kosárba rakják, megvásárolják, megkapja a számlát, elutalja, és megy tovább minden. De egyrészt amiatt, hogy ezek nagy értékű gépek, és nagy méretű gépek, bonyolult gépek, ezért nálunk a gépes értékesítés és a kis eszközös értékesítés így szétválik. Az utolsó lépés az így máshogy néz ki. De mindenképpen szerettem volna tényleg webáruház alapokon elindulni. Itt a kezdetek kezdetén én magam ástam bele autodidakta módon, hogy WordPress alapon hogy kell webáruházat létrehozni. És ez nagyon jól is működött, tehát alapvetően, hogy az emberek, azt vettük észre, hogy az emberek ezeket a nagyértékű eszközöket, kis eszközöket, kiegészítőket szeretik kosárba rakni, szeretik kiberakosgatni a termékeket, megnézni, hogy alakul a szállítási költség, hogyan van a raktár készleten, tehát hogy ezeket szeretik kosárba pakolgatni, és pont emiatt egyébként a Shoprenteres váltásnál ez is nekünk egy szempont volt, hogy a kosár oldalon nem csak megrendelés gomb van, hanem ajánlatkérés is, tehát hogy nálunk nagyon sokszor az, hogy ajánlatot kérnek, utána ezt megnézik, kipróbálják, eljönnek hozzánk egy órára, tehát hogy utána nyilván kiáltunk egy számlát, elutalják, és akkor, de a lényeg, hogy ezt a webáruház legvégén a vásárlási folyamat nem ott fejeződik be, de szeretik webáruházat használni, és ezért a WordPress tűnt a legkézenfekvőbbnek, de értelemszerűen ez ingyen volt, és akkor ezzel elkezdtünk, de tényleg azt így hamar beláttuk, hogy egyre többet szerettünk volna a webáruháztól, tehát most gondolok itt ugye a kártyás fizetésre, az automatikus számlázásra, amikor már logisztikai partner szerettünk volna bevonni, tehát egy ilyen fulfillment szolgáltatót, akkor hamar beláttuk azt, hogy ez tényleg ez a WordPress-es oldal, ez egyrészt nekünk itt csapaton belül állandó figyelmet igényelt, utána nyilván kerestünk egy webest, de akkor meg az ő... Tehát mindegy, szóval azt láttuk, hogy kezdjük kinőni a WordPress, mert most ez nyilván ez ilyen nagyon nagyképűen hangzik, de a lényeg az, hogy mi nem szerettünk volna a webáruház feltételeire időt, energiát fecölni, mi szerettünk volna tényleg a vállalkozásépítéssel foglalkozni, és az egyéb ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, mi azt szerettük volna, hogy legyen egy olyan webáruházunk, ami stabilan működik, aminek nem kell foglalkozni a bővítményével, nem kell azokat frissíteni, mi tényleg egy olyan webáruházat szerettünk volna, ami a legkézenfekvőbben tudja azokat a dolgokat, amiket egy webáruháztól elvárunk, úgyhogy mindenképpen, amikor eljut az idő, hogy akkor váltsunk bérelt webáruházra, mert mindenképpen bérletben gondolkoztunk, mi nem akartunk egyedi fejlesztést, nem akartunk annyi pénzt így beleölni, nekünk így pont a nagyértékű gépek miatt nekünk a raktárkészletünkben mindig elég sok pénz áll, tehát hogy nekünk sokkal kiszámíthatóbb az, hogy van egy havi fix költség, és azért megvan nekünk a support, ezt figyelik, stabilan működik, nekünk ez volt a legjobb döntés, azt gondolom, és hogy mikor arra döntöttünk, hogy bérelt webáruházunk lesz, akkor szétnéztünk így interneten, Facebook csoportokban, hogy milyen lehetőségeink vannak, és akkor így a Shoprenterre esett a választás. Köszönjük. 2020 januárja óta, tehát 2020 januárban, aha, tehát kettő évig működtünk így WordPress alapon, és két év után éreztük azt, hogy nekünk egy bérelt webáruházra van szükségünk, tehát hogy ez eldőlt, és azóta egyébként nem is szeretnénk így visszaváltani, tehát hogy ez szerintem egyik legjobb döntésünk volt, hogy ez a rész ez így jól van, nagyon jól működik, köszöni szépen, és tudunk másra fókuszálni. Közben meg is mutatom akkor itt magát az oldalt. Igen, hát ugye róla beszélünk. Ő dizájnban, ő az első dizájnotok, vagy adott esetben iterálódott már ez a dolog? Mi volt itt a
mi volt itt a fejlődés ennek a dolognak? Saját magatok csináltátok, szakértővel csináltattátok, hogy néz ki ez a történet? Hát ez már sokadik dizájnunk, most pont azon gondolkozok, hogy hányadik, de sokadik. Itt amilyen oldalt most megnyitottál, ez még WordPress alapon működik, tehát hogy nekünk, amit aha, mondtam, hogy sok rendszerre váltottunk, itt egészen 2020 őszéig nekünk csak webáruházunk volt, időzőben csak webáruházunk, akkor jött be a második üzletágunk, a saját stúdió üzemeltetés. És szerettük volna egy olyan, tehát hogy szerettünk volna egy oldalt, ami a előbb is láthattad, ez csak egy fő oldal volt, ahol összegyűjtjük a fő funkciókat. Itt azért tartjuk WordPress oldalon azokat a funkciókat, mert az időpontfoglaló rendszerünk az is egy kis magyar cég időpontfoglaló rendszerét melyiket használjuk. Használjátok? A Motibrót. Aha. Motibrót használjuk. Ez ugye egy, ezt is megkérdezem akkor, csak így nagyon-nagyon gyorsan, hogy nekik is legyen egy kis reklámjuk. Ugye mi volt a szempont? Ugyanis rengeteg olyan partnerünk van, akinek ez az időpontfoglalás, ez kifejezetten fontos. Legyen ez akár szerviz, legyen ez akár bármilyen szolgáltatásnak az igénybevétele, és itt ugye nagyon sokan, látom Optimunk is van, itt igen, ugye nagyon sokan nem tudnak megfelelő rendszert találni, mert különböző szolgáltatások más-más időben, akkor az, hogy adott esetben reggeltől kezdje el feltölteni, mekkora szünetet hagyjon két időpont között, tehát ez egy ugyanúgy egy külön szolgáltatás, mint maga a webáruház, hogy végül hogy döntöttetek mellettük, vagy mi volt a szempont, ami miatt őket választottátok? Ugye nekünk először a ShopRenter volt, és a ShopRenter nél mi billingot használunk számlázásra, Baryont használunk bankkártyás fizetésre, és ezeket a alkalmazásokat vagy szolgáltatókat nagyon-nagyon szeretjük, és mivel a ShopRenternél nekünk ezek már megvoltak, a Billingo és a Baryon, utána, amikor időpontfoglaló rendszert választottunk, akkor nekünk az volt a legfontosabb szempont, hogy a már meglévő rendszereinkbe minél jobban illeszkedjen. És azért esett a Motibróra a választásunk, mert a Motibróval ugyanúgy össze tudtuk kötni a Baryont és a Billingot, úgyhogy az időpontfoglaló rendszer kezeli nálunk a stúdiós jegy- és bérletvásárlásokat, és nem csak az időpontfoglalásokat vagy bejelentkezéseket, és ugyanazt a számlázást, ugyanazt a kártyás fizetési rendszert tudjuk használni, amit már a webáruháznál megszokhattunk, meg megismertünk. Tehát nálunk elő volt a ShopRenter, és az ott megismert rendszereket szerettük volna tovább vinni, és így esett a Motibróra választásunk, hogy ők ezt tudják. És akkor visszakanyarodva itt a dizájnhoz. A dizájnra, igen. Hát a legesleg elején még én találtam ki a színeket, a logót, hát mindent, mint egy kis vállalkozásnál, ugye mindent egy személyben én találtam ki, én fejlesztettem a saját magunknak a weboldalát. Viszont aztán tényleg, ahogy mentünk előre, és fejlődtünk mi is, először 18-ban elindultunk, ahogy tudtunk igazából, tehát amire én magam képes voltam, úgy elindult a webáruház. 19-ben volt egy teljes váltás, de akkor még WordPress alapon maradtunk, és akkor ugye amikor ShopRenterre váltottunk, ott már azt gondolom, hogy egy sokkal stabilabb, tehát nekem személy szerint nagyon sokat segítettek a korlátok, tehát a WordPress-nél én egyébként azt is éreztem, hogy mindent lehet, viszont egy üres A4-es lapon elkezdeni webáruházat csinálni, az borzasztó nehéz, pláne úgy, hogy nekem az első webáruházam volt, és én azt szerettem, hogy én kiválasztottam egy sablont, mármint ShopRenteres sablont, és ott most egy témát, igen, és ezt a témát kiválasztottam, és ott voltak ezek a korlátok, már idézőben korlátok, de tényleg nekem nem is korlátok, inkább határok voltak, hogy ide töltsék fel egy bannert, és nekem nem kellett azt kitálnom, hogy én most így hova rakjak bannert, vagy hova rakjam a, nem tudom, a napterméke, akármi, tehát ezek így készen voltak, nekem tényleg így, hogy én ezt egymagam csináltam, ez nekem így kijelölte a határokat, tényleg mint egy kis gyereknél is, hogy ha vannak határok, azok jók. úgyhogy nekem ez segítség volt, és akkor azt az arculatot, vagy azt a dizájnt, azt még mindig én kezdtem el kitalálni 2020-ban, és most azt csiszolgattuk, de 2022
év elején volt az, amikor leültünk grafikusokkal, sok render experttel, hogy milyen új arculatot szeretnénk. A korábbi logó, korábbi arculat az inkább, hogy mondjam, nekem tetszett, ami azért volt baj, mert hogy most már vannak buyer personáink, szinten nem hasonlítanak rá. Várj, bocsánat, egy pillanat, elment a hangod. Tehát vannak buyer personáitok, addig hallottam. Igen, és tehát lényeg, hogy én úgymond nem vagyok a saját célközönségem. Nem vagy egy tipikus buyer persona, így van. Igen, tehát a négy buyer personánk van, és akkor ebből egyikük se hasonlít rám. És akkor ez megint egy izgalmas kérdés, hogyan állítottátok fel egyébként ezeket? Ez csupa olyan dolgot mondasz, amik egyébként induló vállalkozóknak szerintem tényleg aranyat érhetnek. Hogyan jöttetek rá arra, hogy kik azok a tipikus ügyfelek, akik, mert az, hogy utána hogyan derítitek ki, nyilván erre van egy csomó mód, de arra rájönni igen, szerintem egy viszonylag friss vállalkozásnál, hogy kik azok a vevők, akik effektíve pénzt hagynak nálad, tehát akik igen, számodra a legértékesebbek, ez szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, úgyhogy ha erről mesélnél egy kicsit, utána visszatérhetünk ehhez a dizájnhoz, és ígérem, hogy még okay, a beszélgetés vége előtt befejezzük, de ezt a buyer personás dolgot nem szeretném hagyni, hogy ez elusszon. Szintén a múlt is karrierből jött az, hogy mi már a kezdetek kezdetén, tehát mikor elindult a cég, már akkor elkezdtünk CRM rendszert használni, mi a mini CRM-et használjuk, és ezt úgy kezdtük el használni, hogy az elején értelemszerűen úgy indult az értékesítésünk, hogy Google-be beírtam azt, hogy Pilates, és az első 25 találatot felhívtam, és beszélgettem velük, tehát hogy mivel nekem kevés Pilates oktató ismerősöm volt akkor, beszélgetni velük, hogy tök őszintén elmondtam nekik, hogy most akarunk indulni, kevés a tapasztalatunk ezen a piacon, nem ismerünk embereket, de egész egyszerűen így elmondtam, hogy mi ezen szeretnénk. Egyébként alapvetően a piacon egy nagyon nagy igény volt arra, hogy egy magyar cégtől vásároljanak Pilates gépeket, tehát ez nagyon hamar kiderült, hogy én felhívtam őket, és elmondtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, hogy elérhető áron Magyarországon egy magyar cégtől vásárolhassanak. Korábban is lehetett ugye Kínából, USA-ból, Kanadából rendelni Pilates gépeket, de azért az rizikós volt előre kifizetni, fél évet várni rá, angolul levelezni, adott esetben ott egy customer service. Hát meg egy szervíz, ugye, tehát, hogy egy garanciális javítás, hogy történik, visszaküldöm, elküldik az alkatrészt, kinél javítatom, nincs szervíz háttér, tehát, hogy ott rengeteg kérdés van, ez szerintem egy nagy fokú biztonságot ad neki. Igen, tehát az igény az nagyon, nagyon megvolt a piacon, és az elején tényleg, aki nyitott volt, és szeretett volna vásárolni gépet, kis eszközt, igazából bármit, aki tényleg már 5000 forintot hajlandó volt nálunk hagyni, ahhoz én beültem a kocsiba, kimentem, leültem, beszélgettem vele, és én ezeket nagyon részletesen írtam fel mini CRM-be. Tehát ilyenekre gondolok, hogy mert ugye egy buyer personánál azért itt vannak, hogy neki milyen anyagi lehetőségei vannak, nekik mik a kérdéseik, aggájaik, és akkor én ezt így CRM-be szépen felírtam, amiket az előbb igazából elmondtam, hogy óckodik attól, hogy USA-ból rendeljen, amit te is mondtál, hogy tényleg a szervizigény. Nyilván ahol a stúdió, vagy ahogy kinézett, amilyen környéken volt, ebből már lehetett úgymond következtetni az anyagi lehetőségekre. Tehát, hogy ezzel is kell foglalkozni. A beszélgetés során kiderült, hogy ezt főállásban csinálja, másodállásban csinálja. Megismertük, értelemszerűen, ha találkoztunk személyesen, akkor már tudtunk következtetni az ő korára. Elhangzott a családi állapota, elhangzott az, hogy neki adott esetben gyerekei, nem tudom, állatai, milyen van. Tehát, hogy egy beszélgetés során nagyon-nagyon sok minden kiderül, akkor is, ha csak beszélgetünk róla. És hát megmondom őszintén az elején, ezt én írtam be mini CRM-be, de elsősorban én azt azért írtam be, hogy később a sales tevékenység során ezt támogasson. Tehát, hogy én így felhívtam utána, megkérdeztem, hogy milyen volt a nyaralás, hogy van a gyerek, mert a múltkor mondta, ugye, hogy... Igen, hogy van a fizikelme, hogy... Igen. És akkor egész egyszerűen, ahogy fejlődött a cég, és csatlakoztak emberek a csapathoz, tudtam utána, tehát ki tudtam magam vonni egyre inkább az operatív dolgokból, és akkor itt volt a mini CRM-ben rengeteg adat, rengeteg tulajdonság, rengeteg minden, amit megismertünk
a vevőinkről, vagy érdeklődőkről, mert igazából tényleg mindenkit vittünk fel CRM-be, tehát ha vevő lett, akkor is, ha csak érdeklődő, akkor is mindenkit írtunk fel, már a kezdetén, tehát tényleg szerintem a mini CRM volt az első olyan szolgáltatás, amiért fizettünk így vállalkozóként a számlázó után, és akkor ott ültünk ezen a hát kis céghez mérten relatíven nagy adatmennyiségen, és akkor elkezdtünk ezekből összegyúrni buyer personákat, amikor már volt erre idő, energia, tehát azért ez szerintem 2020-ban, tehát hogy 2 évvel az indulás után volt, amikor szerintem buyer personánk született, azt, és értelemszerűen egyre több vevőnk lett, ezeket azért finomítottuk és csiszoltuk, de a lényeg, hogy a beszélgetések és személyes találkozók, telefonhívások után igazából tényleg ezek alapján gyúrtunk össze 4 fő buyer personát. És akkor ugye itt Google-ba rá lehet keresni, hogy kell egy buyer personát felépíteni, tehát ezeknek nálunk vannak nevek, fotó róla, és akkor szépen 2 A4-es oldal egyébként egy buyer personának a leírása tulajdonságai. Igen, és akkor kiderült, hogy te egyrészt nem vagy buyer persona, másrészt viszont a webáruház neked funkcionális és neked hatékony. A te mérnök Tamás personádnak, de hát Tamásotok pont nem volt, helyette volt Erika, meg Ildikó, meg Anikó, meg Niki. Nem is tudom, hogy hívják őket. Nem, de most nem keres velük, de meg tudnám mondani. Négy hölgy. Sejtettem, ezért mondtam női neveket, sejtettem, hogy így lesz. És akkor nekik megfelelően, és akkor már nem saját magatok, hanem külsős csapattal csináltattátok a dizájnt, ha jól értem. Igen. Tehát amikor egy grafikus ráment az arculatunkra, a logónkra, akkor elmondta, hogy hát ez a logó egy műszaki beállítottságú, férfias, tehát hogy igazából elmondta az én tulajdonságaimat, nem volt véletlen, hogy nekem tetszett az a logó, de akkor már teljesen tudatosan, tényleg grafikus segítséggel eltoltuk egy olyan irányba, hogy a már meglévő buyer personánk inkhoz minél jobban illeszkedjen, és akkor 2020 év elején született meg ez az arculat és ez a design. De értem, szerintem ehhez már segítséget vettünk. Igen. Ehhez már. Aha. Soprendszer szakértő volt, aki csinálta. Nyugodtan mondhatsz nevet, tehát, hogy tudod, termék megjelenítést tartalmaz. Igen. De legalább az aljár ott is ott van, tehát ezt meg is mutathatjuk. Igen, tehát, hogy amikor eljutottunk arra, hogy most arra szeretnénk komolyabban belállni ebbe az arculatváltásba, és külső segítséget igénybe venni, szerintem ott vannak jobban. A Beriárt, igen. Tehát a Beriártosok csinálták a webshopunkat, ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik, nagyon-nagyon szép munkát végeztek, és tényleg szerettük volna, anyagilag is úgy álltunk már, hogy belállhatunk ebbe az arculatváltásba így rendesen, tehát hogy grafikussal, és akkor tényleg egy shoprender expert segítségével. Itt, tehát jöttek az új üzletágak, bejött a stúdióüzemeltetés, bejött az oktatóképzés, viszont addigra már tényleg nagyon megszerettük a shoprendert, és hát nyilván a webeseink nem feltétlenül, sőt az online marketingeseink se örültek feltétlenül annak, hogy külön motort használunk itt a Google Analytics és egyéb ilyen kódok miatt, meg az ilyen követések miatt, nem feltétlenül örültek ők ennek, hogy külön motort használunk, de igazából ismertük a WordPress-t, ezért például a blogunk az ugye WordPress-en íródik, hiszen a WordPress az valahol mégiscsak egy blog motorként indult. Tehát, hogy a blogunkat azt WordPress-en szerettük volna írni, viszont mint webáruház vagy mint értékesítés nagyon szeretjük a Shoprendert, ezért így ugye ezért van hogy a Shoprender motort azt megtartottuk még a teljes arculatváltás során is, és ezért mindenképpen Shoprender expertem szerettük volna ezt uh-huh. megcsináltatni. Milyen csomagot választottatok amúgy? Mikor indultunk, akkor nekünk a bronz az egyáltalán nem jöhetett szóba. Szerintem a kártyás fizetés. Igen. Tehát, hogy mi már a kezdetek kezdetén engem tényleg a hideg kirázott az utánvétes fizetéstől, tehát, hogy mi nálunk soha nem lehetett utánvéttel fizetni. Ezen én már az elején sem engedtem ezt, egész egyszerűen így
nem. Tehát, hogy na mindegy, ennek rengeteg oka van. Lényeg a lényeg, hogy a kezdetektől fogva nálunk vagy bankkártyával, vagy bankjelöléssel lehet fizetni. Aha. Így van. Azt látom, hogy most Goldban vagytok. Igazából egy dolog, ami szembetűnő, hogy rögtön az elején az a, vagy kettő, azt hiszem valahol, mintha láttam volna szűrést, illetve a másik dolog, ami szembetűnő volt, az pedig ugye a villámnézet, amit így hirtelen észrevettem a goldos funkciók közül. Mi volt az oka a váltásnak? Igen, tehát, hogy bankkártyás fizetés miatt egyből a Silverrel indultunk, mikor Soprendert választottunk, és a Goldra váltásnak az elsődleges oka az az volt, hogy 2000, nem is tudom mikor, de megkaptuk a szlovák piacot is, tehát nem csak magyarországon. És akkor többnyelvűség. Igen, tényleg említettem. Igen, és akkor igen, és akkor, mikor a Szlovákiában elkezdtünk komolyabban foglalkozni a forgalmazással, akkor a többnyelvűség és az, hogy euróban és elérhetőek legyenek az áraink, ez akkor így nagyon, nagyon fontossá vált. És a jelenlegi arculatnál nem volt elvárás, mert utána aztán rájöttünk arra, hogy egyrészt Magyarországon és a felvidéki részen, tehát a magyar anyanyelvű részen is tudunk magyar webshopként tök jól szuperálni, tehát emiatt egy darabig működött a szlovák és angol nyelven a webshop, ezek ilyen 90% állapotban vannak, tehát teljesen nem készültek el, de euróban tudtak vásárolni, és ugye tudtak nyelvet is választani, szlovák és angol nyelvet, viszont korábban, amikor az arcolatot elkezdtük kialakítani, itt szerettünk volna a magyar piacra fókuszálni elsősorban, és itt egy stabil működést biztosítani. Tényleg a magyar nyelvű webshop miatt egyébként felvidéken nagyon szépen tudunk így is értékesíteni, és ez a szlovák és angol nyelvű, vagy euróban vásárlás, ez most így a hátrébb szorult, így, úgyhogy mire fókuszáljunk. Viszont a golcsomagnak egyébként igen, megszerettük azokat a funkcióit, amik egyébként hát ugye a valuta és a többnyelvűség elindított, amit te is említettél, ez a szűrő, a keresés, hogy lehet teszem termékleírásban is keresni, tehát hogyha keresőt használod, akkor a golcsomagnak a keresője az sokkal jobb, mint a szilveré, és a szűrések is, igen, ezzel jöttek be, a villámnézet a termékeknél, és hogy mivel ezek így megvoltak, elkezdtünk egy kicsit ez az affiliate rendszerrel is, és ügypontos rendszerrel foglalkozni, végülis aztán sok irányba fókuszáltunk, sok mindent szerettünk volna, ezeket így egy medárbe kellett terelni, és akkor ezek szépen még jönnek majd, és még majd fejleszteni fogjuk. A lényeg, hogy hozzászoktunk a jóhoz. És amiatt, hogy már nem volt annyira fontos a többnyelvűség és az euró, azért nem váltottunk vissza a Silverre, mert hozzászoktunk a jóhoz. Igen, tehát ugye igazából ennyi. Na, szuper. Ennek szívből örülök. Azt látom, hogy ugye Optimum-kot használtok, illetve említetted a Billingót, meg említetted a mini-CRM-et, illetve ugye, de hát az a WordPress-hez van ugye az időpontfoglaló rendszer. Vannak még olyan alkalmazások, amiket egyébként akár a Soprendernek az alkalmazásboltjából használtok adott esetben? Ugye itt van egy csomó, illetve említetted, hogy ugye a kiszállítás is talán fulfillmenten keresztül történik. Igen, ott még ugyan nevet nem mondtál, de ezt is kisajtolom belőled mindjárt. Igen, mi a csomagpont.com-mal működünk együtt, ők a mi fulfillment szolgáltatóink. Aha. És velük is régóta dolgozunk együtt, és szerintem a Soprendert, mikor választottuk, akkor nagyon sok mindent mérlegeltünk, de ez is volt az egyik szempont, hogy mi már a WordPress-es korszakban elkezdtünk velük együtt dolgozni. Tehát, hogy nálunk a kis eszközök kiszállítását, meg a Pilates gép kiegészítő kiszállítását, azt ők végzik. Tehát, hogy mi a GLS-rel szállítatunk, viszont mi nem dobozolunk, nem találkozunk a GLS-sel, ugye a fulfillment szolgáltatást azt a csomagpont.com végzi nekünk, és már a WordPress-es korszakban elkezdtünk velük dolgozni, és a Soprendernél is volt csomagpont.com, ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt, hogy ott se szerettünk volna új partnert. Mi általában, hogyha megtalálunk egy jó partnert, akkor vele szeretünk hosszú távon így együtt dolgozni, megismerjük egymást, szóval, hogy igen, tehát a csomagpont alkalmazást azt használjuk. Amit még használunk, igen, az Optimum, az egy nagyon-nagyon fontos funkció, mert
amit a csomagpont nem szállít ki, és ugye ezek a gépek, tehát ezek egy 2,5 méter hosszú, 50-60 kilós, 70 centi széles, tehát nagy-nagy gépek, és nekünk itt van egy saját négyfős csapat, saját autóval, akik kiszállítják, üzembe helyezik, szervizelik, ha kérdés van, akkor ebben tudnak a helyszínen segíteni. Ők már a cégben vannak, tehát már a cégben dolgoznak, vagy ők adott esetben ugye ilyen alvállalkozóként csinálják ezt a dolgot. Ezt most ugye nyilván itt a Kata miatt kérdezem, hogy nem, ők diákok. Ők diákok, aha. Ők diákok, igen. Tehát ők diák szövetkezeten keresztül van négy diák. Az oktatóinkat érinti, tehát az oktatóink, ők 9-en vannak, és ők több stúdióban dolgoznak, van akik főállás, vagy nem az, hogy főállásuk, de hogy több helyen dolgoznak, van akinek nálunk a stúdióban inkább másodállás, olyan is van akinek harmadállás, tehát hogy ők szabadúszók, és ők katások, tehát nálunk mi 17-en vagyunk a csapatban, és ebből 9-en katásak. Úgyhogy igen, érint minket ez a katás. Igen, akkor katás változás. Fog titeket jó eséllyel igen érinteni. Igen. Megvan már rá a megoldásunk, de ez inkább a stúdióinkat érinti, és a stúdiónk üzemeltetését az értékesítésben. Ott ez a négy ember, ők diákok, tehát diákszövetkezeten keresztül dolgoznak, és ja igen, és azt akartam mondani, az optimumunk az miért ennyire fontos nálunk. Tehát nekünk az egész értékesítésünknek egy nagyon fontos pillére, a gépes érdeklődőket nagyon jól tudjuk optimumkal megcélozni, tehát hogyha valaki a gépes oldalakat, vagy egy Pilates gépet böngész, akkor neki ugye felugrik egy optimum, és akkor a gépes érdeklődőket így elég jól meg tudjuk szólítani optimum segítségével, és utána egyébként aztán sales autopilotot is használunk, és akkor a sales autopiloton előtt már tereljük tovább, a gép. Így van. A gépes érdeklődő az valójában gépet vásárolna, vagy a gépes Pilates érdekli. És utána már a hírlevél feliratkozás során már őket tudjuk úgy terelni, hogy potenciális gépvásárlók lesznek, vagy potenciális vendégek a stúdiónkban. De hogy valamelyik irányba el tudjuk őket már terelni, és ebben egyébként az optimum az, ami nekünk segít. Mi a szegmentációban segít. Igen. Igen, de nagyon, nagyon jól tudjuk ugye külön aloldalakra vagy termékekre szűrni, hogy kinek mi ugorjon fel, vagy kit. Kinek mi, mikor. Igen. Aha. És egyébként még ugye a Baryont is említettem, amit még használunk, a Billingoról volt szó, és ezt az InstaFeed by Embedi, ezt használjuk aha. még az oldalon. Aha. Aha. Tehát hogy az Instagramnak a feedje ezzel az InstaFeed by Embedivel. Jön az oldalra, akkor ti nagy üzemi felhasználói vagytok az alkalmazásoknak. Igen, mi sokat használunk. Igen. Ez szuper. Jó. Nem tudom, hogy amit még így mondhatnék, esetleg az a fogyasztóbarát, bár az ugye nem alkalmazás, de az is nagyon jól szuperál a ShopRenter környezetben is, ugye ez az általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató, ebben segít nekünk a fogyasztóbarát, és igen, szerintem nem hagytam ki senkit, de őket használjuk. Na, szuper. Két dolgot szerettem volna még kérdezni. Az egyik az, hogy itt egyébként egész jól felépítettük magát a teljes történetet. Nekem egyetlen egy foghí van még itt a cégetek igen. életében, az pedig ugye a befektetés. Hogyan jött, miért volt le szükség, ugye a Szabina személyében szerintem nem csak egy egyszerű, tehát vele smart money-t kaptatok, talán mondhatjuk így. Van. Így van, igen. Úgyhogy gondolom ez motivált titeket, de ha erről egy kicsit beszélnél, hogy miért éreztétek úgy, mihez kellett, hogyan jött ez létre, mennyire volt nehéz ezt az utat végigjárni, az szerintem nagyon hasznos lenne másoknak is. Az egész együttműködés Szabinával, sőt, még az együttműködés elé visszakanyarodnék. A Cápák között című műsort én nagyon, nagyon szeretem, és nagyon aktívan követem az akörüli, akár a vállalkozóknak a későbbi, tehát Cápák között utáni pályafutását, és a tévéműsort néztem, szerettem, és akkor az egyik partnerünk, aki gépet vásárolt tőlünk, egy Pilates stúdió, ő egyik találkozónk alkalmával mondta, hogy a Tomán Szabina megfordult nála vendégként, és akkor ez volt egy ilyen kis szikra, hogy a Tomán Szabina jár Pilatesre, hát akkor én jelentkezek a Cápák között című tévéműsorba, és el is indultam
ezen a casting folyamatom, és a tévéműsorban nem kerültem be. Itt a... Tehát, de viszont szépen minden körön túljutottam, és ugyan a tévéműsorban nem kerültem be, viszont a befektetőkkel találkozhattam, és a befektetőkkel, mikor találkoztam, itt egy ilyen próbaforgatás során találkoztam velük, és a próbaforgatáson ott ültek a befektetők, én ugyanúgy pitcheltem nekik, mint a műsorban, ahogy ezt így láthatják, de a tévéműsorban ez nem került be, és ott kaptam ajánlatot Szabinától, és ez az együttműködés igazából ekkor kezdődött, hogy megkaptam az ajánlatot, én azt örömmel elfogadtam, és ahogy mondod, Szabinával abszolút smart money érkezett a cégünkbe, hiszen az a tőke injekció, amit ő a cégbe beleinvestált, az természetesen így nagyon jól jött, és az egy kézzelfogható összeg volt, de az a tanácsadás és az a mentorálás, amit én Szabinától kapok így a mindennapokban, az megfizethetetlen. Tehát hogy az pont ezt akartam kérdezni, hogy vannak olyan pontok, amikre azt mondod, hogy ezt mondjuk nélküle biztos, hogy nem, vagy nem így csináltátok volna meg, és ez egy ilyen nagyon kézzelfogható, jól megmutatható pontja, hogy miért érdemes adott esetben egy hazai KKV-nak elindulni olyan befektetők felé, akik tényleg tudnak segíteni a mindennapi működésben, és nem csak a pénzükkel. A fókuszt nagyon-nagyon-nagyon jól segíti tartani. Itt a beszélgetés során azért mondtam egy-két dolgot, hogy mi belefogtunk ebbe is, próbálkoztunk azzal is, de hogy ő az, aki a tapasztalata miatt, amikor én beszélgetünk egy ötletekről, vagy éppen, hogy mivel foglalkozunk, most éppen erre gondolok, hogy elkezdtük a szlovák, meg az angol nyelvű webshopot, hogy euróban tudjanak fizetni. Ezek így megoldandó feladatok, meg nyilván ezek jó dolgok, de egy kis vállalkozás nem tud egyszerre mindent. Egy kis vállalkozás akkor se tud egyszerre mindent csinálni, ha adott esetben a pénze meg lenne rá. És pont amiatt, hogy mi a stratégiát együtt kitaláljuk, és az, hogy a stratégiához milyen lépések vannak, és azokat a lépéseket hogy kell betartani, hogy kell azokat végrehajtani, itt ebben érzem én a legnagyobb segítségnek, hogy a fókuszt azt nagyon jól segít tartani, és az, hogy ha kipróbálunk új dolgokat, és adott esetben azok nem sikerülnek, arra olyan pénzt égetnénk el, ami nagyon-nagyon-nagyon fájna nekünk egy kis változásra, meg különösen. Ugye nagyon nagy az opportunity kosztja ezeknek, ugye így szokták ezt ősi magyar kifejezésétől, még a törököktől származik ez a igen, szó, igen. Ugye ez a kihagyott lehetőségnek az ára, tehát hogy egyszerűen az van, hogy belőled motivált, elhivatott vezetőből kevés van, és még csak nem is a pénz az, ami nagyon sok esetben a legszűkebb keresztmetszet, hanem inkább az idő, amit ebbe fektettél, az befektethetted volna valami másba, ami adott esetben ötször vagy tízszer ennyi nyereséget hozott volna a cégednek, és ez nagyon nagy különbség tud lenni, ezt abszolút én is így látom, csak sokkal jobban esett így, hogy a teszádból is ezt hallhattuk. Úgyhogy ennek fényében az utolsó kérdésem az furcsa lesz, és talán tök egyszerűen meg tudod válaszolni. Van-e olyan dolog, amit most így visszatekintve már máshogyan csinálnál, már máshogyan, azért mondom, hogy nehéz, mert én azt látom belőletek, hogy tényleg egy borzasztóan tehetséges, nagyon sikeres vállalkozás vagytok, akik nagyon kevés hibát, vagy egyáltalán nem követtek el hibákat, és ez ritka egyébként a piacon, de hogy van-e esetleg olyan, amit tanácsként tudnál mondani, hogy te, ha most csinálnád, egyébként ezt már lehet, hogy máshogyan csinálnád. Én biztosan sokkal kevesebb termékkel indulnék. Engem már többször feltették ezt a kérdést tényleg, hogy egy induló webáruháznak mit tanácsolnék, és én ezt mondanám, hogy nagyon-nagyon gondolja meg egy induló vállalkozás, hogy hányféle termékkel indul. Tehát nekünk, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ilyen háromszor, négyszer ennyi termékkel indultunk, amennyi termékünk jelenleg van. Tehát mi elindultunk nagyon sok jóga eszközzel, többféle ruházattal, tehát hogy ebben láttuk az elején azt, hogy fú, hát minél több termékünk legyen,
és ez egy logisztikai rémálom. A raktárbérlés, a szállítási költségek, az, hogy a tőke a raktárkészletben áll, és nem tudjuk marketingre költeni, ez nagyon-nagyon fájó. És ez a, meg a másik, igen, hogy elviszi, tehát hogy amióta csak a gépekre koncentrálunk, és az ehhez kapcsolódó kis eszközöket, kiegészítőkre fókuszálunk, azóta sokkal jobban megy a gépes értékesítés is. Tehát, hogy nem visz el a fókuszt az, hogy egy kis eszköz be kell vinni a csomagpontba, van-e raktáron, berendelni, azért Angliából sokba kerül a szállítási költség, pláne mióta ugye Brexit volt, azóta ezek vám és importálfa köteles termékek. Tehát, hogy így nagyon-nagyon meg kell gondolni, és az utóbbi szerintem másfél-két évben tényleg harmadolódott vagy negyedelődött a termékeink szám, úgyhogy én azt gondolom, hogy és egy induló vállalkozásnál, most már azt mondom, hogy ha van egy-két kisebb termékből idézőben feleslegesen raktáron, vagy az nem ott tudjuk eladni, nem tudom, fél éven belül, most már nem érzem ennyire kritikusnak a helyzetet szerencsére, de az elején én nagyon-nagyon fókuszálnék egy termék családra. És azt látjuk, hogy tényleg van igény, de tényleg van valós piaci igény, és nem az van, hogy nekem tetszik. Én rendeltem, korábban ilyenek voltak, a mi gyártónknak nagyon-nagyon sok terméke van, és rendeltem például sékert, tehát ilyen fehérje sékert, mert hogy nekem tetszett, és egyébként nekem szükségem volt akkor rá, de nulla darabot adtunk el belőle. Igen, a Tamás personálnak kellett csak. Igen, és ezt másképp csinálnám, igen. Tehát, hogy kevés termékkel indulnék, a kevés termékre dolgoznék ki tényleg stabil folyamatokat, és akkor ezt a termékkört bővíteném, mert amit most mi csináltunk az elmúlt időszakban, a széles termékpalettát most szűkítjük, erővel szűkítjük ezeket, és ez most már így nehezebb, meg tényleg így látom, hogy mennyi pénzt költöttünk feleslegesre ezekre. Igen, és ugye hogyha nem tartozik hozzá az igazi értékajánlatotokhoz az, hogy A-tól Z-ig mindent árultok, mondjuk így ezen a területen, akkor fölösleges is ezeket a termékeket fenntartani, igen, hiszen akkor csak a zajt nevelik, és a fókuszt viszik el, úgyhogy abszolút egyetértek. Tamás, kicsit olyan vagyok, mint egy aranyhal, akinek ilyen 3 perces memóriája van, és minden beszélgető társamnak, ilyen hónap webáruháza beszélgető társamnak azt szoktam mondani, hogy fú, elképesztően jól beszélgettünk, és tényleg a legjobb beszélgetésem ever. Aztán a következő embernek megint ezt mondom, de ez általában azért van így, mert tényleg valaki azért lesz hónap webáruháza, mert dolgokat, tipikusan nem csak egyet, hanem több dolgot is, nagyon-nagyon jól csinál, kimagaslóan csinál. Én benned is, illetve bennetek is abszolút ezt látom. Így a beszélgetés alapján egészen egyértelmű számomra, hogy jó helyre került ez a hónap webáruháza díj, és fantasztikus, nagyon sok tanúsággal teli beszélgetés volt ez, amit én, nem tudom, te hogy vagy eled, de én személy szerint nagyon sokáig tudnék még folytatni, viszont már nem lenne élő ember a Földön, aki végignézni és meghallgatná. Úgyhogy én ezt lezárom azzal, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a közreműködést, az idődet, és gratulálok saját magam és a csapatunk nevében. További sok sikert kívánunk nektek az elkereskedelemben, veletek pedig találkozzunk a következő hónap webáruházas díjnál. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!